Üdvözlök mindenkit a Silent Hill Homecoming végigjátszás első epizódjában. Na most a helyzet az, hogy ha néztétek a csatornámat az utóbbi hónapokban, akkor láthattátok, hogy már elkezdtem ezt a játékot, viszont sok más egyébben egyetemben úgy döntöttem, hogy inkább törlöm az egészet. Csak azért, mert hogy elkezdtem igazából, de nagyon béna voltam benne, fogalmam sem volt, hogy mit kell csinálni, merre kell menni, és úgy gondoltam, hogy ti azért egy kicsikét többet érdemeltek annál, mint hogy végignézzétek, ahogy órákon keresztül bénázok. Előre láthatólag egy ilyen 10-12 óra lett volna egyébként amúgy is. Közben ezt elnyomom, mert hogy ez egy ilyen kis intro vagy átvezetőszerűség. És úgy gondoltam, hogy mindenképpen jobban jártok ti is, hogyha már tudom, hogy mi a fenét kell művelni, meg én is jobban járok, hogyha tudom, hogy mi a fenét kell művelni. Közben itt beállítgatom a dolgokat. Többek között a fényerőt azt mindenképpen fölhúzom nektek, hogy lássátok is, hogy mégis mi a franc történik a képernyőn. A Silent Hill játékoknak ugyanis jó szokása, hogy iszonyatosan sötét van és zseblámpát kell használni. Most ez itt sincsen különösebben másképp, úgyhogy mindenképpen érdemes erre figyelni. Valamint adok nektek némi subtitle-t. A gombkiosztás az tökéletesen jó. És nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok. Igazából egyszer vittem végig a játékot, viszont az egy tizenpár órámba tellett, ugyanis az égvilágon mindent megpróbáltam megnézni, fölfedezni, és megpróbáltam úgy csinálni, hogy tényleg minden extrát is megtaláljak. Nagyon remélem, hogy most így fejből menni fog szintén még egyszer. Ha nem, akkor is azért remélem, hogy tudok szolgálni nektek némi érdekességgel, illetve egy-két taktikával, hogy hogyan lehet lenyomni a különböző dolgokat a legegyszerűbben. Elég sok háttérmunkám volt vele, tehát különböző wiki fórumokat nézegettem, néztem végigjátszás leírásokat, hogy hogyan lehet megcsinálni a legegyszerűbben, és úgy gondolom, hogy találtam egy-két olyan dolgot, amit nem nagyon szoktak leírogatni. Hát nagyon remélem, hogy élvezni fogjátok egyébként a dolgot, én bízom benne, nem is húzom tovább az időt, egy új játékot szépen indítok nektek, egyenlőre normál módban, de csak azért, hogy normálisan tudjak haladni. A hardot még nem próbáltam, azt talán majd máskor. És igen, egy végigjátszás után kaptam egy ilyen extrát is, de erről is majd beszélek. Na most húzzunk vele. Where's my squad? Are they here? Did they make it? Hey, talk to me. Say something. Oh, God. Oh, God! Hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? No. Hey! No. Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait. Where are you going? Don't leave me here! Na, és már meg is kaptam az irányítást, ugye ott a háttérben meg már események zajlanak. Érdekes egyébként az egésznek a kinézete, ugyanis nagyon szépen megcsinálták szerintem a karaktereket, főleg ahhoz képest, hogy egy 2008-os játékról van szó, ami most már akárhogy is nézzük, laza 7 éves. És mutatom egyébként tereptájleveréstől kezdve mindenre az égvilágon lehet figyelni, de ami nekem a legjobban tetszik ebben az egészben, hogy minden egyes dolgot meg lehet nézegetni szinte, ami a régi játékokra volt jellemző, és én imádom az ilyeneket, tehát hogy mi történt itt. Tehát tényleg így annyi mindenre rá lehet nézegetni, hogy mi a franc van vele, még hogyha semmi értelme nincsen akkor is, és nem rágja a játék a szánkba a dolgokat, úgyhogy innentől kezdve én úgy gondolom, hogy ez számomra még egyszer egy nagyon jó élmény lesz, főleg, hogy most úgy csinálom a végigjátszást, hogy hallgató van rajtam, ami egyébként a Silent Hill-eknél nem mindig előny, de hát valószínűleg nem fogok beparázni. Josh. Josh, is that you? Alex. Hát Josh-ikát nem tudjuk ugye még egyenlőre.
Valamit rákarcoltak a röntgen felvételre, ugye 6-2-4, nem tudjuk, hogy mi az. És itt is egyébként az, hogy a szereplőnk az a fejét fordítja arra felé, hogy mégis mire érdemes figyelni. Úgyhogy valamivel talán egyszerűbb dolgunk van. Nem működik a kontrollpanel sem. Itt egy térkép, ez mindig jó jön. A térképek egyébként nagyon jók, ugyanis tényleg most az első, hogyha nem számolom igazából, ugye a Silent Hill Shattered Memories, de akkor gyakorlatilag ez az első olyan Silent Hill játék, ahol ugye, ja bocsánat, ez is zárva, az is zárva, akkor megyek tova. Akkor gyakorlatilag ez az első olyan játék, ami teljesen 3D, és én pedig hajlamos vagyok az ilyenekben szépen elkeveredni. Közben még körülnézek, de csak az extrák miatt. Kettő A folyosó. És rögtön egy élettöltő. Őszintén megmondom, nem tudom egyébként, hogy egy későbbi ebben is megvan-e. Azt mondja, hogy egy incidensnek a leírása. A páciens kiugrott az ablakon és átment a nem tudom milyen szobába. Nem válaszolt a szóbeli utasításokra. Három embernek kellett lefognia, vagy legyűrnie. Katatóniás állapotba került és nem válaszolt a külső stimulációkra. Az elektrosok terápia alatt szükségtelen volt leszedálni. Szóval durván néz ki, igen. Egy gyerekjáték úgy néz ki, hogy megégett. Vajon hogy került ide? Na vajon hogy került ide? Hopp! És már el is vettem. Itt van a másik fele neki. Itt van egy kis info, hogy hogyan lehet használni a fegyvereket. Annyira nem egy nagy extra egyébként, tehát gyakorlatilag ez az első olyan Silent Hill játék, ahol a főszereplőnk nem egy totál átlag ember, hanem ugye gyakorlatilag egy katona, tehát nyilvánvalóan némi kiképzése van neki a fegyverek terén. És ott megvan egy fiatal ember, aki beleragadt a padlóba, plafonba. Kicsikét talán lassabban fogok haladni egyébként ennél a résznél, egyetlen egy oknál fogva szeretnék nektek tényleg így részleteiben megmutatni mindent. 6-2-4-8-7-2. Silent Hill játékoknak ugyanis egy nagyon jó tulajdonsága. Nem, én mindig azt nézek. Silent Hill játékoknak egy nagyon jó tulajdonsága, hogy érdemes figyelni a történetre. 6-2-4-8-7-2. Josh, where are you going? Josh itt hagyott mint a Saharát. És egyébként meg rengeteg ilyen apróságot lehet menet közben még összeszedegetni, tehát gyerekrajzoktól kezdve mindent. Josh, stop! Elvileg megvan az útvonal, de azért időnként rápróbálok olyanokra, amikben nem vagyok 100%-ig biztos. A WC-ben semmi. Itt egy raktárhelyiség, itt szintén semmi, viszont a következő WC az vicces lesz. Itt persze nem tudok kimenni. Viszont egy kés van beleállítva a tükörbe, ami nagyon-nagyon vérzik. Ebből is látható, hogy Luffy Zsocs nővér az csatak részek, de hát nem baj, elkenjük a száját. És itt van egyébként, hogy a kombókat lehet használni gyakorlatilag. Ilyen nem volt eddig egyetlen egy játékban sem. Talán a négyben volt annyi, hogy ugye lehetett egy kicsikét följebb húzni a dolgokat. Tehát voltak benne ilyen extrák, hogy lehetett tölteni a támadást, de ezen kívül aztán tényleg semmi. Itt viszont ugye mivel, hogy egy kicsikét ki van képezve a kedves Alexünk, a főszereplőnk, innentől kezdve pedig teljesen logikus, hogy képesek vagyunk ilyeneket is csinálni.
Mert természetesen szék az miért ne lenne itt? És most megint nem tudok másfelé menni, csak erre. Viszont... semmit nem látok, na gyertek lányok! Azért mondom, hogy lányok, mert ketten vannak. Itt még igazából határozottan egyszerűek a nővérkék, későbbiekben lesznek nagyon csúnyák, tehát amikor elkezdenek már rendesen harcolni, és nagyon-nagyon sok mindent tudnak, ráadásul gyorsak és sokan vannak. Szóval meghalt. Nem mondod? Pont is szoktam kinézni reggelen, de nem értem, hogy ezt miért kell ennyire túlzásba vinni. A tévé nincsen bedugva. Hogy lehetséges ez? Na vajon, hogy lehetséges ez? És itt vannak a többi érdekességek. Kedves Alexünknek még a szemes erebben egyébként, de erre is később választ fogunk kapni, hogy miért. Egyenlőre azzal meg nem foglalkozok. Ezek a mentési pontok egyébként. A játék egyébként érdekesen van összerakva. Nagyon kevés checkpoint van, tehát van automata mentés, de nagyon kevés. Azt mondja, hogy levél. Nincs itt, ő 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 nincs itt. Tehát nagyon kevés checkpoint van igazából, amikor automatikusan folytathatjuk a dolgokat. Ezekre a mentési pontokra lehet támaszkodni, viszont ezek meg baromi messze vannak egymástól. Úgyhogy érdemes azért erre figyelgetni. Cuki! Na most ezekkel a hülye bogarakkal meg igazából körülbelül annyit kell foglalkozni, hogy ennyit. Tehát ugye nem kellett túlságosan túlbonyolítani. Elvileg egyébként szemét ellenfelek, mert hogyha rámásznak a hátunkra, akkor onnantól kezdve sérülünk folyamatosan. Meghalt. Nehéz megmondani, hogy mi történt vele, de nem akarok túl sokáig itt maradni, hogy kiderüljön. És továbbiakban is egyébként erre kell számítani, hogy vannak életöltő kis üvegcsék, meg vannak nagy első segélycsomagok, gyakorlatilag ezzel kell tölteni magunkat. Nem tudom egyébként, hogy így, hogy följebb húztam a fényerőt, így mennyit segít a dolgokon, de én úgy gondolom, hogy talán többet lehet látni az egészből. És hopp le! Nővérke drága. Ezzel mondom, hogy egyenlőre nem bonyolultak, majd a későbbiekben lesznek ezzel problémáim bőven. Istenem, mit csinálnak itt? Pofát ezt meglehetősen szépen félbe kapták. Most azon a nagy ajtón még nem tudok kimenni. Azért mutatom nektek, hogy a design az nagyon szépen meg van csinálva. Tehát van az egésznek egy ilyen kicsi régi filmes effektje, ami nekem egyébként nagyon bejön. Plusz mellette ugye még megvan ez a szokásos rozsdás, véres, hasonló Silent Hill-es beütés, plusz ugye így nagyon jók ezek a... mint hogyha a kamera lenne még koszos pluszban, tehát ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, ahogy megcsinálták. Ismét egy gyerekrajz. Nagyon, összesen azt hiszem, hogy 18 darab gyerekrajzot és 11 darab fényképet lehet összegyűjteni az egész játékban. A másik fele a testnek, ami lent volt, vajon kitette ide? És ott van egy kulcs, természetesen elveszem. És most ez fogja nyitni ezt az ajtót, és visszatért megint ezt, hogy ki kell választani azt az eszközt, amivel szeretnénk kinyitni az ajtókat, tehát nem lehet csak úgy neki menni, aztán majd kiválasztja saját magának.
Tehát nagyon-nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a készítők azok szerettek volna egy régi vágású Silent Hill-t készíteni. Mert mondja, hogy az elektrosok gépet a... A rohamtűrés határa fölé állítani, meglepő eredményeket hozott a pácienseknél. A legerőszakosabb és legnyomottabb páciensek abszolút nyugodtakká váltak. Az egyetlen mellékhatások aprók, memóriavesztés, néhány kiugrott csont, egy törött láb és egy páciens leharapta a nyelvét. Ez a baleset valójában egy egészen jó mellékhatás volt, mivel ez a páciens volt az egyik leghangosabb. Javasoltam az orvosoknak, hogy ugyanezzel az intenzitással folytassák a kezeléseket. Hát köszönjük szépen, igen, mindenki pontosan ilyen egészségügyi intézményben szeretne gyógyulgatni. Az ott mi? Az ott semmi. Jó? Állj, ne vastüdő! Joshua, is that you? I'm busy. Go away. What are you doing here? I want my toy. How did you get here? Someone brought me here. They told me Robbie was here. They lied. Is there anything I can do? Find Robbie. I want my toy. I haven't seen any toys around here. Guess you're not my friend. Okay, I'll go see if I can find him. Na most ugye meg kell keresnünk a hülye gyereknek itt a... Azaz. Tehát meg kell keresnünk itt a gyereknek a játékát, ami nem egy túlságosan jó poén. Tehát ez van, hopp egy mentési pont, hopp egy health drink. A 205-ös szobában lévő páciens eltűnt, utoljára a társalgóban látták, amikor egy másikkal veszett össze. És az üzenet többi része nem olvasható. Hopp, egy folyosó. És nekem pedig ez a szoba kell, hogy megnézzem Robit. Robi Nyuszi azt gondolom ismerős egy jó pár embernek a negyedik részből. Most azt nem tudom, hogy itt van-e még valami azon kívül, de ez szerint nincsen jól van, akkor haladunk tovább, és akkor fogjunk egy Robit. Persze, hogy benyúlok, miért ne nyúlnék be? Mi történhet? Robi egy kicsit oda van. És így lehet leszedni ezeket a dögöket magunkról. Nem ez az. Ja, itt van, bocsánat. Adjunk neki egy Robit. Na, és akkor ismételten haladunk tovább. Ajtó bereteszelve.
ajtó bezárva. Zár törött. Újabb gyerekrajz. Azt mondja, hogy mint a hallanám a távoli zaját, ahogy csöpög a víz. Valahonnan az ajtó mögül jön, de ez lehetetlen. Ez egy kórház. Bocsánat, csöpög a víz, na tehát ahogy hullámzik a víz, tehát mossa a partot. Csöpög? Nem tudom, hogy miért jutott eszembe ez. És liftezzünk egy jót. Hometown? You could say that. Good luck, soldier. Thanks. Thanks for the ride. Na, és ugye ki is dobtak minket gyakorlatilag itt. Én mutatok valamit egyébként, hogy hogy oldották meg ezt a részét, hogy véletlenül se akarjunk elmenni innen. És mutatom, már megint arra nézek. Tehát érdekes, hogy nem lehet elhagyni a várost igazából, úgyhogy innentől kezdve nem is érdemes próbálkozni. Alex? Judge Holloway. Hey. I didn't know you were home. Does your mother know? She didn't say anything. No, I haven't talked to her. Actually, I haven't really talked to anyone. I'm not planning on sticking around for long. Oh. Well, I hope you get a chance to catch up with Elle. I'm sure she'd love to see you. She's still here? Of course. You know how it is. No one ever leaves this place. Yeah, I guess. This town's so quiet. It's changed. Yes. Not for the better, I'm afraid. You should go home. See your mother. Perhaps I'll see you later.
You look well, by the way. Thanks. Na most ugye bár én haza is mehetnék, de nem terveztem egyenőre hazamenni. Viszont vannak egyébként, nem tudom, hogyha arra felé megyek, akkor ott mi a pék is van. Lehetséges, hogy csak egy ugyanilyen ködbe fogok belefutni, de őszintén megmondom, erre még sosem jöttem, úgyhogy most kíváncsi leszek. Nem, itt le van szakadva. Na most mielőtt félreértések történnének, ugye nem Silent Hillben vagyunk, ez gyakorlatilag Shepherd's Glen nevű városka, ami szintén egyébként a Tolukatónak a partján fekszik, ugyanúgy, mint ahogy Silent Hill is, viszont nem egy és ugyanaz. Későbbiekben egyébként ki fog derülni, hogy némi köze azért van egymáshoz a kettő darab városkának, de egyelőre még ne bonyolódjunk bele túlságosan, lesz majd időbőven felfedezni a dolgokat. És már bent is vagyok. Na most itt van egy szép nagy galériánk nekünk, amire majd érdemes figyelni. Ismételten sok-sok apróság van, amit meg lehet nézegetni, azért... Ja, nincs semmi zseblámpám, hülye vagyok. Tehát mutatom, azért nagyon sok kép van például. Shepherd's Glenről készült kép, amikor a fő utca még egy poros út volt. Sigmund Freud, na, azt mondja, nem, Cornelius Fitch, Shepherd's Glen egyik alapítója. A négyből négy alapítója volt a városnak. Azt mondja, megtudjuk, hogy kik voltak ők egyébként, de na, ő pedig. Edith Holloway, az a város egyik alapítója. A nevekre egyébként érdemes figyelni. Bartlett polgármester ősei volt. Azt mondja, a Bartlett polgármester egyik őse. Meg is ijedtem a képtől, akkor átugrottam. Szóval anya és Holloway bíró beszélnek a házunkban. Egy fénykép. Egyébként meg a fényképekkel annyira nem nagyon foglalkoztam el ez előzőben sem, és most sem állt szándékomban. Valami extrát ér egyébként, de nem tudom, hogy mit. Hármat hagytam el egyébként a kórházban, hogyha minden igaz. Shepherd's Glen története, a lehetőségek és a nem, Enterprise, az nem tudom, mi kövezetek, meg nem tudom, mi az Enterprise története. Először közel másfél évszázaddal ezelőtt telepedtek meg itt. Igen, úgy, az alapítók új otthont kerestek, hogy gyakorolhassák a hitüket, és hogy biztosítsák a négy család függetlenségét. Hamaros nagy virágzó kisvárossá vált. Fő utca megtelt üzletekkel. A századforduló turistákat vonzott, akik alig várták, hogy megnézzék a térség tavait és folyóit. A turistákkal pedig még több üzlet telepedett be. Az 50-es években a legtöbb eredeti épület úgy, mint a városháza és a könyvtár felújításra került. 1990-es években további beruházások, modernizálások történtek, miután Shepherd's Glen a millennium felé tartott. Sikere ellenére Shepherd's Glen mindig megmaradt emberközeli városnak, ami ugyanazokra az alapokra épült, amivel megalapították. Nagyon reméljük, hogy az alapító családok is büszkék lennének ránk, ha valaha látnák a mai várost. Na, és most pedig akkor haladok tovább. Itt az oldal ajtókon fogok tudni közlekedni, és érdemes is közlekedni. Egyébként meg ott is a fő... Na, itt ami engem nagyon érdekel. Nem ez, de mindegy. Történelmi könyvek, azt mondjuk, hogy híres szénbányászvárosok New Englandben, a polgárháború, nem pivot, nem tudom milyen csatái. Azt mondja, tábori gyógyítás, vérzés és tisztítás. És ami engem érdekel, az itt is van. Szérum. Beszéltem már a háromnal, beszéltem a kettő darab gyógyítóról, amit lehet használni, ugye? Azt mondja, hogy
Igen, tehát ezek a halálozási információk. Ez meg egy pofa. Valamit itt nagyon-nagyon nézeget, de nem tudom, hogy mit. Ja, akkor csak azt jó van akkor. Na mindegy, na, lényeg az, hogy ezeket az irodákat, ezeket szépen átnézegetem egyetlen egy oknál fogva, hogy vannak benne extrák, némi kis élettöltő, némi kis mentési pont, némi kis beszélgetés a bíróval, például itt. Bírókám, szevasz! Hey, Judge Holloway, can I ask you a question? Sure, Alex. What is it? The town seems empty. All the stores are closed or boarded up. What's going on? It's complicated, Alex. A lot of things have happened since you left. I really think you ought to just go home. I noticed a banner out front that said something about an anniversary. Yes. The town's 150-year anniversary. But wasn't that celebration, like, years ago? I thought I remembered being here for it. You're right. Things tend to stay in one place around here. I guess it's time we took that down, huh? How's Elle doing? I haven't seen her in years. Things haven't been that easy for Elle, Alex. But she's a strong girl. And I have faith that she'll come through okay. Why? What happened to her? Maybe you should ask her yourself. Köszönjük, ezzel is zártuk a beszélgetést. Akkor majd beszélgetek Elle-el is. Azt mondja, szomszédvárosokból érkezett újságok gyűjteménye. Van itt nagyon sok minden egyébként, de egyenlőre itt az irodában különösebben már nem kell foglalkoznom semmivel, viszont a következő irodával majd igen. Na, úgy emlékszem, hogy itt is van még valami oldal, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Aztán lehet, hogy csak a falat nézegetem, nem tudom. Az biztos, hogy arra fele nincs. Ja igen, itt is majd lesz valami, de egyenlőre itt még nem tudok bejutni. Oké, és akkor viszont megyek a következő helyszínre. És... itt is vagyok. Na most, ami engem érdekel itt, ez érdekel nagyon. Bele akarok ülni a székbe, bele akarok ülni a székbe, nem ülhetek be a székbe. Na mindegy. Érdekes, hogy odakint, mintha világos lenne, pedig nagyon nincsen világos egyébként. Vannak furcsaságok bőven a városban, amire majd később fogunk választ kapni. 50 évnyi almanach farmerről. Nem túl izgalmas, na, ha már itt vagyok, akkor gyorsan mentek egyet.